Venegem Gaskó István, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetének elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ami miatt viszont itt van most, az nem elsősorban a vasúti sztrájk, de majd arra is kitérünk, hanem az, hogy egyre több helyen olvasni, hogy esetleg közlekedési miniszter lehet is önből, hogyha Fidesz kerül kormányra. Tényleg kapott ilyen ajánlatot? Hát nem kaptam ilyen ajánlatot, de gondolom bele, itt az előző föllépő a politikai osztály egyik tagja volt. Ön szerint dicsőség most ehhez a politikai osztályhoz tartozni? Egy konszolidált szakszervezet képviselőjének perspektívát jelent az, hogy ehhez a politikai elithez csatlakozzon? Nincsenek semmiféle politikai ambíciói? Vagy hát, politikusi? Inkább így mondom. Hát a szakszervezeti tisztségemnél fogva nyilván nem tudom elkerülni a politikát, hiszen a kompetenciánkba, a hatáskörünkbe tartozó kérdések, mint például a költségvetésről véleményt mondani, az adó és járulékjogszabályokról, azok módosításáról állást foglalni, ezek mind-mind tömegpolitika, de nem tervezem a politikai oldalhoz való csatlakozásomat, a szakszervezetben látom a jövőmet, ha szükség van rám. Pedig azt is olvasni, hogy még a Fidesz választási listáján is szerepel a neve. Hát ezt ugye ezt baloldalinak nevezett újságírók találják ki, meg baloldali pártok, illetve hát ilyen definícióval színre lépő pártok találják ki, hogyha az emberen már nem találnak fogást, akkor kitalálnak ilyen ostobaságokat. Egyébként nem is kaptam ilyen felkérést egyetlen egy pártól sem. Hát ugye vannak, most akik... nem tudom, hogy ezen sajnálkozzak, vagy örüljek neki, de kétségtelen, hogy így van. Hát, hogyha azt mondja, hogy nincsenek politikusi ambíciói, akkor örüljön neki, hogyha viszont szívesen lenne közlekedési miniszter, akkor sajnálja, de hát erre ön tudja a választ. Hát már meg is adtam ráadásul. No, de azért vannak, akik előszeretettel összemossák a tevékenységét az ellenzékkel, hiszen ugye 2007. decemberében ön, illetve a VDSS élharcosa volt ugye a többbiztosítós rendszer eltörlésének. Aztán most is vannak olyan nyilatkozatok, felhangok, cikkek, stb. Ugye ez a mostani vasutasztrájk is úgymond politikai megrendelésre történik, hogy káoszt keltsenek, stb. Tény, hogy... Erre hagyj reagáljak gyorsan. Tegnap az egyik kereskedelmi televízióban láttam valami újságíró klub címen egy beszélgetést, hát katasztrófa. Magukat újságírónak nevező emberek olyanokat mondanak, hogy Orbán Viktor decemberben megrendelte a VDSS-től, hogy januártól visszamenőleg, tehát tavaly januártól visszamenőleg politikai követelésekkel lépjen föl. Ezek nevetséges dolgok, és hát sajnálom, hogy ilyen alacsony szintű újságíróklubokat tartanak a kereskedelmi csatornákon. De az tény, hogy az, amit most tesznek, ugye a vasutasztrájk és az ezzel okozott káosz, mert hogy azért az is volt, ezt is ismerjük be. Ez politikai? Gondolja? Nem tudom, de hogy a kormányra nézve ez inkább kedvezőtlen. Persze, hát az állami vállalatnál való demonstráció, legyen az akár sztrájk, vagy bármi más, az a kormányra nézve mindig kedvezőtlen, de attól még nem politikai a követelés. A legegyszerűbb elrendezni egy ilyen dolgot a kormány részéről, ha azt mondjuk, hogy fúj, politikai ügy, és gonoszok azok, akik itt mozognak. Hát ez szerintem tévedés, mert ha megnézzük a VDSS követeléseit, abban egyetlen egy politikai követelés nincs, mind kifejezetten gazdasági és szociális. Nyilvánvaló, hogy mert nem képesek megoldani a problémát. Ráadásul a kormány politizálta át ezt a követelést olyannyira... Hát igen, mert a kormány, bocsánson meg, erre azt mondja, hogy hát a jelenlegi gazdasági helyzetben nonsens egy ilyen követelés, amikor emberek attól félnek, hogy egyáltalán meg tudják-e tartani a munkahelyüket, meg mondják, hogy jogilag teljesíthetetlen, stb. Ismerjük már ezeket a nyilatkozatokat. Hát ezek egyik sem valósak, mert jogilag semmi probléma nincs vele, hiszen a bíróságnál a MÁV 9 kezdeményezést tett, hogy kimondják a követelésekről, hogy jogszerűtlenek. 9-szer a bíróság kimondta, hogy jogszerű. Tehát nem értjük továbbá, hogy akkor ezt hogy lehet hivatkozásul segítségül hívni. Gazdaságilag pedig nem októberben merültek föl ezek a követelések, amikor beindult a pénzügyi, illetve a gazdasági válság, hanem tavaly előtt októberben. Tehát gyakorlatilag ezt is nagyon erőltetve lehet összemosni. De azért úgy tűnik, hogy mégiscsak így vissza... Ráadásul a források is rendelkezésre állnak ezeknek a követeléseknek a teljesítésére, hiszen gyakorlatilag úgy a kihelyezési pótlék, mint a
privatizációból való részesedésnek a forrásai jelenleg ott vannak a MÁV, illetve a társaságainak a számláján. Szóval úgy tűnik, mintha a vasúti érdekképviseletek körében is, mintha egy kicsit már egyedül maradnának. Ugye a kollektív szerződésről sikerült megállapodni, a 4,1%-os bérfejlesztésről szóló megállapodást 6 szakszervezet aláírta egyedül a VDSZ-nek. Hát nem tudom már, hogy hány ez a szakszervezet, mert tényleg én sem bírom követni a számosságukat. Hát szerintem nincs annyi, de hát a legjelentősebb a VDSZ, aki nem írta alá. Az, hogy aláírja egy 20 fős szakszervezet, annak túl sok jelentősége nincs egy 20 000-es vállalatnál, de adnak arra jó, hogy azt mondjuk, hogy milyen sokan aláírták. A VDSZ ma a vasúti alágazat legerősebb szakszervezete, és ha a VDSZ egy kollektív szerződésben, ami a legbonyolultabb dolog és a legösszetettebb, képes megállapodni, és nem ír alá egy 4 perces bértárgyalás eredményeként megszülető, szerintünk nagyon súlyos hiányosságokkal rendelkező bérmegállapodást, akkor nem biztos, hogy a VDSZ-ben van a baj. Az utazó közönséget az érdekli leginkább, hogy folytatódik-e a vasúti sztrájk. Ugye Bárándi Balázs alelnök úgy nyilatkozott, hogy bármikor folytatódhat az ünnepek után. Most mi a helyzet? Gyakorlatilag a tárgyalások szombaton folytatódnak, hiszen munkanap lesz szombat. Azt reméljük, hogy fogunk tudni előre haladni, ráadásul a követelések kiegészülnek az ezévi bérfejlesztéssel, hiszen ezt nem írtuk alá. Ráadásul egy olyan konfliktus is látszik, hogy a startnál, a MÁV startnál 10 kollégánkat elbocsájtottak azért, mert sztrájkoltak. Úgy gondolom, hogy ezeket a problémákat újra az asztalra kell tenni, és hát reméljük, hogy megoldást nyernek, és az utazóközönségnek nem kell újra szenvednie. Köszönjük szépen, akkor Élek szerint szombatig biztos, hogy nem lesz sztrájk, mert ugye akkor ülnek vele közelebb tárgyalni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.